egy nappal a Sion elleni mérkőzés után újra pályára léptünk a törökországi edzőtáborban, méghozzá a lengyel első osztályú Korona Kielce ellen. Két perccel a kezdő sípsza után Böde passzolt Borjáránhoz a bal szélre, uruguayi játékosunk éles szögből lőhetett, de a kapus hárított. Egy ellentámadás után Kordász mehetett a kapunkra, de Vargálem először és másodszor is nagyot tudott védeni. Szép megmozdulása 19 éves hálóörtől. A 28. percben Vida passza után Böde továbbított remekül Amadunak, aki kicserezte védőjét, majd lőtt, Miskiewicz azonban kiütötte a labdát. 10 perccel a félidő vége előtt Vilmos tekert szabadrugásból Leandro fejére, a próbálkozás nem sokkal ment mellé. Az 50. percben Leandro a saját térfeléről indította a pazarult Bödét, támadón középre passzolt, a jól érkező Amadou pedig megszerezte vezető gólunkat. Negyed órával később egy balról beívelt labdát Forbes fejelt a kapunkba, ezzel egalizálva az állást 1-1. A 71. percben Heister precízen adott középre Vargához, aki életerős fejesével ismét előnyhöz juttatta csapatunkat. Két perccel később azonban Forbes sarokkal betalálva második gólját is megszerezte, ezzel 2-2 lett az állás. Ezt követően közel voltunk a harmadik gólhoz. Varga Roland passza után Sinjevics lövését a gólvonalról mentette nagy bravúrral ellenfelünk védője. 5 perccel a vége előtt Lovrencsics Gerő egy igazítás után Sinjevics fejére ívelt, nem sokon múlt, hogy jó helyre menjen a labda. 4 perccel a rendes játékidő vége előtt Gorski vállalkozott távoli lövésre, és ezzel már a lengyeleknél volt az előny. Az utolsó percekben Petriak remek beadása után Varga fejese került el nem sokkal a kaput. Így bár kétszer is vezettünk, végül 3-2-es vereséget szenvedtünk a Korona Kielce ellen.